Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Zalaegerszegen. Kezdjük el, ahogy szoktuk, a dharmabeszédet az univerzum mantrájával, Om Nám, közösen hétszer. Om Nám. Az Avatamsaka szútra így szól. Ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor lásd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Mostani értelme ennek a mondatnak, amennyit változol önmagadban, annyit változtathatsz a világon is. Amennyit hagyod, hogy a másik ember változzon, annyit változhatsz te is. Ha nem engeded a másik embert változni, te sem fogsz. Belekapaszkodsz a másik önképébe, és így a tied is mozdíthatatlanná válik. Elvárjuk, főleg ebben a fogyasztói, de inkább pusztító társadalomban, hogy mindent megkapjunk, amit megtermelnek nekünk, mi pedig megvesszük. Ezt a változást nem lehet megvenni. Sokkal inkább föl kéne adni azokat a tudatformákat, amelyek ezen változást megállítják, akadályozzák. Ez az akadályozás a saját önképünk maga. A másikról kialakított fixa idea, a változtathatatlan más kép. Az, hogy milyen képet alkotunk másik emberről, illetve magunkról, nagyon ritkán látjuk az összefüggést. Az ember többféle hibát követel. Az egyik az, hogy azt hiszi valahol mélyen, még ha nem is mondja ki magának, hogy ő egy picit kivétel a szabályokkal. Tehát mindenki meg fog halni, de lehet, hogy én nem. Mindenki meg fog öregedni, lehet, hogy én későn, vagy egyáltalán nem. Mások biztos, hogy tökéletlenek, befejezetlenek, súlyos alakításra szorulnak, lehet, hogy én nem annyira, vagy nem mindenben. Mások sokkal jobban függenek a kapcsolataiktól, sokkal kevésbé tudják a szabadságot elérni. Én sokkal inkább. Nekem ez jobban megy. Nézd meg, hogy emögött milyen túlélő reflexek vannak, hogy milyen elképesztő kivagyiság van. Azért nem tudunk a világon változtatni, mert magunkon sem. Ugyanolyan tudatforma, ugyanolyan világ. Más tudatforma, más világ. Világosabb tudat, kevésbé szenvedő világ. Látod az összefüggést? Mennyire egyszerű. Az, amit ebből az útból érteni kell, az körülbelül 1%-a annak, amit tenni kell. Egy kínai mondás így szól. Ha elolvastál egy könyvet, 10 000 lépést kell tenned. Most 10 000 könyvet elolvasunk, és egyetlen lépést sem teszünk, majd a másik. Majd ő, változzon ő. Nekem már nem kell annyit, hát én már voltam zenelőadáson, hát nehogy már. Én már hallottam. Én már tudom. Sőt, én még jobban tudom, még a másiknál is jobban tudom, mert én már 2 tanítót is meghallgattam, azok meg csak magukat hallgatják, ugye? Ahogy a világot teremtjük, olyan mikrokozmosz alakul ki bennünk, az egyéni karmánk így alakul.
akár pörölsz az univerzummal, akár belesimulsz az univerzumba, valahogy felépíted azt az énséget, amit lehoztál, és a szülők neveltek, amíg tudtak, az iskola tanított, ameddig tudott. Ez lettél. Ha egy picit magadban nézel, ez nem statikus, nem megállapodott dolog, hanem valamerre mozduló dolog, mert a mulandóság alól senki sem kivétel. Mikor szűnsz meg perlekedni a világgal? Talán akkor, amikor a mulandóság kölcsönös függés és tökéletlenség törvényét látod, elismered. És amennyiben a karmádról leválasztódsz, annyiban tudod ezt az oldaladra állítani. Annyiban foglalod el teremtő pozíciódat, ezáltal szabad és felelős minőséget egyszerre. Tehát ne csodálkozz, hogy ezzé lettél, azt viszont fontold meg, hogy így akarsz-e maradni. Mert nem fogsz tudni. Sungtsen Zen-mester mindig azt mondta, irányvétel, irányvétel, irányvétel. Kicsikét kibontva, motiváció, szándék, cél. Ez kirajzolja azt az egyenest, vagy görbét, ahogy érzékeled, amely a múltad, a jelened és a jövődet összeköti. Ezek a pontok nagyon fontosak, hogy mi motivál, most mi a szándékod, és milyen célt tűzöl ki. Enélkül nincs ember, ha bevallja magának, ha nem. A Zenben a nagy kérdés az, ami leteszi az alapot. Mi ez? Nem a ki vagyok én, az már az avatár, az a személyiség. Mi ez a lényeg, amiből kigyúrjuk az érzékszervi valóságot? És hogyha ezt a nagy kérdést műveljük, akkor eljuthatunk egy olyan pontra, amely tapasztalható, de nem tudható. Ez a hit. Azt már tudhatjátok, hogy nem valamiféle dogmatikus, szövegalapú hitről van szó, tapasztalati alapúról, amely elvezet ahhoz, hogy az ég kék és a fűzöld. A lényeg elérése az igazság látásával jár. Az igazság látása pedig megfelelő cselekvést, működést tesz lehetővé. Mindez a bátorságot hozza, hogy mersz szembenézni a másikkal. Elmered mondani a másiknak, hogyha valami bajod van. Nem remélsz, nem félsz, hanem cselekszel és kommunikálsz. Látod az ok és okozat törvényét. Ennek a látásnak a minősége a tudat minősége. És ezzel a tudattal teremtjük az egyéni, páros, családi és csoportos karmánkat egyaránt. Az egyéniről az előbb beszéltem, hogy a mikrokozmoszodban milyen gondolatok, érzelmek, beszéd és cselekedet van. Milyen múlt, jelen és jövő kép. És az egyén után jön bizony a páros, a társas kapcsolat. Tehát ne lepődj meg azon, hogy pontosan olyan társat vonzottál be, léptél vele esetleg házasságra, tudom, ódivatú dolog, de próbáljuk már meg egy kicsikét így helyükön kezelni a dolgokat. Milyen társad lett? Pontosan olyan, aki méltó hozzád. A kölcsönös elfogadás nagyon szép, de valójában a tudattalanok jelölik ki egymást, és a tudatos személyiség legfeljebb virágot vesz és elfogadja. Kihúzza a széket, így az asztalnál, ugye a vörösboros randevúnál, gyertyafénynél, és a másik leül rá, és akkor szépen is szemben. A tudatos személyiségek elbeszélgetnek, egymás szemébe néznek. De valójában a tudattalanok választanak. Honnan lehet ezt nagyon jól látni? Eltelik egy-két hét, egy-két hónap, egy-két év, és kiderül, hogy a szépség csomagban mi van, meg az okosság csomagban mi van. Bizony. És amikor kiderül, akkor aztán meglátjuk azt, amit még nem láttunk. Ezt hívjuk ilyen kis párkapcsolati apokalipszisnek, hogy összedől a másikról alkotott kép, és egy kicsit a saját identitásunk is, ugye, és belekerül egy kohóba, amit kényszerhelyzetnek hívunk. És a kényszerhelyzet kohójában úgy döntések születnek, hogy együtt maradunk, vagy nem. Kibírom az önképváltást, vagy nem.
Elfogadom belőle azt, amit eddig nem láttam, de nagyon nem szeretek, amellé, amit nagyon szeretek, és eddig is láttam, vagy sem. Tehát ezzel a tudatminőséggel kölcsönös társteremtés zajlik, hölgyeim és uraim. Ő megteremt téged, te pedig teremted őt. Ez átírja az édenkerti dinamikát, ahol azért egy nagyon komoly szakrális háromszögellés zajlott, mindaddig, amíg rájöttek, hogy el kéne menni a turiba, mert ez így nem megy tovább. Tehát az első önreflexió az volt, hogy tényleg nem érkezett meg még a konténer, és fel kéne öltözni. Ugye? Tehát a társkapcsolati karmád nagyon jól mutatja, hogy te milyen érzelmi, értelmi, fizikai és kommunikációs intelligenciával bírsz, milyen karmával bírsz, kit teremtesz magad mellé a vonzás és taszítás törvénye alapján. Tehát ne lepődj meg, hogy pont az a párod, aki. És ez közhely, hogy egy picit a tükörképed, nem a tükörképed, a tükröd. Más. Nem te vagy a másik női vagy férfi alakban. De ő tükrözi, hogy te ki vagy férfiként vagy nőként. Ugye érezzük a különbséget. Amikor ebből komoly vérszerinti kötés lesz, és utódok is születnek, akkor az már a családi karma, és hát ekkor már egy kicsikét tovább látunk, nem csak a társteremtés, hanem a család teremtése is zajlik, és amilyen tudatok szövetségre lépnek egymással, olyan a családi tudatszint. Pontosan olyan gyerekek születnek, amilyen a család tudati amplitúdójába belefér. Tehát a szülők nagyon jól láthatják, ha tényleg befelé és kifelé egyaránt néznek, hogy miért az a gyerek született hozzájuk, aki született. Nagyon fontos a közös karma átlátása azért, hogy egymást az útra segíthessük, és ott is tartsuk. Hogy a másikban a Buddhát és a Bodhisattvát lássam elsősorban, még akkor is, ha az idegeimre megy. Hogy te, nem? Te. Nagyon más. Tehát, hogyha a Buddhát és a Bodhisattvát, mint lehetőséget látod a másikban, akkor biztos, hogy nem csak a karmájához fogsz ragaszkodni, és az önképébe akarsz belegázolni a saját igazságoddal. Az abszolútnak gondolt karma, az mindig egoitásba fullad. A relatívnak látott karma engedi a személyiséget lélegezni és kommunikálni, és haladni, és belátni. Tehát a családi karma teremtettségét, azt még kevésbé látjuk, azt hisszük, hogy pusztán transzgenerációs karma ismétlődik, és az őseink keze távolról fog minket. Ez amennyire részben igaz, nem teljesen igaz. Azt a részt, ami az ősiségen és a családi kultúrán, családi karmán múlik, azt rendbe kell rakni. Erre találtuk ki azt, hogy nem csak a buddhizmusnak így az operatív részét, hanem egy kicsit a kulturális részét is idehozzuk, amely például egy Koreában több évszázada, inkább azt mondom, több ezer éve működő őstiszteleti szertartás. És amit a családi karmával ezt csinál, tapasztalatból mondjam, hogy hát ez nagyon komoly. Tehát amikor elkezded tisztelni az őseidet, elfogadni a szüleidet, meghálálni nekik az életet, akkor a családi karmádat gyakorlatilag újra teremted. Nem csak megtisztítod, újra teremted. Ha ezt nem rakjuk rendbe, akkor a csoportkarmánk is ugyanilyen állapotban marad. Tehát magaddal kezded, párral folytatod, a családdal teljesíted ki, és a csoportba viszed úgy be, hogy tudod, hogy az a praxis, amit minden lénynek felajánlasz, az legelső sorban azoknak segít, akikkel egy nemzetbe születtél, mert veletek van közös karmám. Én is ide születtem. És mindenki ebben a teremben. És ettől a közös karmától nem lehet eltekinteni, úgy veszed tudomásul, ahogy szeretnéd. Megint csak tudatminőséget függvényében fogod ezt áldásnak, átoknak, lehetőségnek vagy kényszernek látni. El kell mondanom, hogy amikor műhold távolságból szemléltem korábbi karmámat, főleg Dél-Koreából, de más országokból is, akkor egy nagyon komoly realizáció volt az, hogy miért születtem én személyesen magyarnak és ebbe az országba. Mindenkinek kívánom, hogy ezt belül lássa meg.
Mi hozta ide? Mi tartja itt? Mi a feladat? Mi a felelősség? Mi az, ami elviszi innen? Mi az, amit hátrahagysz? Mi az, amit viszel magaddal? Ezek megkerülhetetlen kérdések, ha felnőtt módon akarsz az úton járni, és nem szeretnéd azt, hogy valamilyen láthatatlan gumiszalagszerű karma, ami a hátadon van, mindig akadályt jelentsen, amikor át akarsz lépni egy újabb fázisba, és visszaránt. Visszaránt, mert nem néztél magad mögé. Mert nem rendezted a múltbéli karmádat. Mert nem tudtál hálás lenni a szüleidnek. Nem tudtál köszönetet mondani az ősöknek. Nem tudtad a párkapcsolatodat rendezni, nem tudtad a családi kapcsolataidat rendezni, hogy végre relatív nyugalom legyen. Átmeneti harmónia legyen. És ezek az időszakok hosszabbodjanak azért, hogy ne egymás hülyeségével kelljen foglalkozni, hanem esetleg segítsük egymást az utonjárásban és a felébredésben. Vagy válságokat halmozunk egymásra, vagy pedig újabb és újabb feladatokat vállalunk. Nem ugyanaz. A társadalmi karma kivetülése nagyon sokféle módon megnyilatkozhat, de vezetőink választása pontosan tükrözi tudatszintünket. Ne csodálkozz, ne panaszkodj, nézd magadba, hogy benned milyen vezető van. Te milyen vezető vagy. Ennek a tudatformának a csoportos kivetülése minden társadalomban az az elit, amely vagy úgy, de hatalomra jut. Nem mindegy, hogy hogyan. De már a módszer is tükrözi azt a tudatformát, amelyet az a társadalom hordoz önmagában, amilyen vezetőkép vagy elitkép él benne, annak a kivetülése lesz a megvalósulás. Tehát ha szeretnél ezen változtatni, mint társadalmi karma, családi karma és párkapcsolati karma, magadon kell változtatnod. Nincs kibúvó. Nincs menekvés. Az idő pedig rövid. Nézd meg, hogy hány aktív évtizeded van. Aki gyereket nevelt, az látja, hogy milyen elképesztő munka megszületni, megszokni a testet, felvenni az érzékszervi kapcsolatot a világgal, megtanulni mozogni, enni, inni, kakilni, pisilni, aludni. Ezt mind meg kell tanulnunk. Hiába van a tárház tudatban a tapasztalás, ezt a születés tudatvágása, identitásvágása a kezdőhelyzetbe, az első rajtkockába viszi. Újra meg kell tanulnunk mindent. Mindent. Nem kevés erőfeszítés, rengeteg idő, hatalmas igény a környezet felé, hogy legyen egy jó apád, jó anyád, aki gondodat viseli, amíg te nem tudod a sajátodat. Nézd meg a saját születésedet. Mennyire láttál rá arra, hogy miért apához és anyához születtél? És miért nem a szomszéd házba, ahol nagyobb volt az autó, és simább a garázsbejáró? Vagy ahol volt egyáltalán garázs, mert lehet, hogy a tieteknek az nem volt. Szeretnéd még egyszer ugyanezt? Akkor ne változz. Ha megváltozik benned a szülő archetipusa, az anya és apa kép, akkor más anyához és apához fogsz születni. Ha nem, ismételsz. Ezért szoktam mondani, hogy a zen az a buddhizmusnak a felnőtt változata, ahol közvetlenül rálátsz a tudatra, nem kapaszkodsz az írásokba, a felébredést nem azonosítod mással, csak igazi önvaló tapasztalatával, és ezen tapasztalat mondatja azt, hogy csak tudattól tudatig közvetlenül lehet ezt átadni, semmi más módon nem. Kereskedelmi tranzakció útján végképp nem. Mostanában azt szokjuk meg, hogy megveszem, én azt kifizettem, adják ide. Garipapírral együtt a megvilágosodást, azt. Ugye? Hölgyeim és uraim, ebben az univerzumban semmire nincs garancia. Senkinek nincsenek előjogai, senki sem különleges, és senki sem kivétel. Úgyhogy nézd meg, hogy az ok és okozat törvénye hogyan érvényesül, hogyan vállalsz felelősséget az egyéni
párkapcsolati, családi és csoportos karmádban, és amennyi felelősséget válasz, pont annyi szabadságot keletkezik. Ezt nem külső törvények szabályozzák, mind a mellett, hogy ezeket be kell tartani. A lélek törvényei íratlanok. Amennyire írásba lehet igazsághoz híven foglalni ezeket, annyiban használhatóak. Ez a dharma. A dharma az a törvény, amely a lélek és a világ, az ember és az univerzum működését mondja el tapasztalati alapon, nem ideológikusan vagy valami célt szolgálva. Az egyetlen cél, az pedig nem személyes, ez pedig a felébredés maga, mely mindenkinek a lehetőségei közé tartozik. Ez a lehetőség a Mahayana szóhasználatában a Buddha természeted. Ez egy megnevezés arra, aminek eredetileg nincs neve és formája. Ez a megnevezés azért kell, hogy te tudj jól aludni ma este, hogy nem a semmibe zuhansz, hogyha zen gyakorló leszel. De eredetileg ennek a minőségnek nincs neve és nincs formája. Nem azonos sem a lélekkel, sem a testtel. Mégis ez az, ami benned lát, és ez az, ami működteti a szemedet, füledet, orrodat, összes érzékszervedet, a gondolataidat, a szívedet, érzelmeidet, mindent. Ha ez nem lenne, azt se tudnánk kimondani, hogy én. De ha ki tudod mondani, hogy én, akkor fel is tudsz ébredni az énség illúziójából. Ezért szoktam mondani, aki tud járni, tud táncolni. Aki tud beszélni, az tud énekelni. Aki tud énes lenni, az fel is tud ébredni. És ez miért ennyire húsba vágó? Az azért, mert mi, emberek, elképesztően paradox lények vagyunk. Látszólag egy szenvedéskerülő és boldogság kereső társaság vagyunk, és folyamatos önsorsrontást hajtunk végre. Ha tényleg tanultunk volna a háborúkból, már rég béke lenne, úgy tűnik, hogy nem tanultunk. Folyamatosan robbantjuk ki őket, aztán egyszer csak békeszerződés, tűzszünet, és aztán várunk egy pár évet, évtizedet, és jön a következő. Nem tanulunk. Folyamatosan tesszük tönkre a családokat, és kötünk új frigyeket. Ha tanultunk volna a családi traumákból, már rég harmonikus családi életet élnénk generációk óta, mert tudnánk, hogy nem akarjuk elkövetni az ősök hibáit, hanem tanulunk belőle. Nem tanulunk. Tehát amennyire az önképünk különbözik a valóságtól, pontosan annyira szenvedünk és szenvedtetünk. Ha az önképünk és az önvalónk átfedést mutatna, akkor egyé váltunk volna a működéssel, a törvénnyel, a világgal, tisztán látnánk, tisztán hallanánk, tisztán éreznénk, gondolkodnánk, cselekednénk, beszélnénk, és ez a tisztaság azt jelenti, hogy a kép és a valóság között nincs különbség. Ekkor tudunk a felébredés felé még jobban haladni és segíteni másokon, mert nem hozzunk létre szenvedést, sem tudatosan, sem tudattalanul. Úgyhogy, ha ebben segíthetek bárkinek, akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket. Az a helyzet, hogy már megint nem érzem magam szerethetőnek mostanában, és vannak jobb napok, de úgy érzem, hogy ez alapvetően nem is tud megváltozni. De... adok neked szeretet utalványt. Tehát egy olyat, hogy ráírom szépen a 108-as vonalkóddal, Julcsi szerethető. Lepecsételem a 108-as számmal, és odadom neked. Elhiszed? Nem. De jó. Nem hiába tanítottalak eddig. Mitől lesz valaki szerethető? Hát ez az, hogy nem tudom. Mm-mm. A nem tudom, itt csak információhiány, nem pedig a téves nézetektől való mentesség. Mitől lesz valaki szerethető? Kicsit erőtesd meg magad. Hát attól, hogy elégnek gondolja magát. Nem. Az egy jó beosztott. Ő elég itt, ő megcsinálja. Főnöke nem vitatkozik. Ez egy jó beosztott. Nem ettől szerethető. Mitől szerethető? Attól, hogy van, aki szereti. Nem. Túl sokat vársz.
Elvárod a környezettől, hogy szeressen téged? Ezek szerint igen? Nem. Akkor mi a következő lépés? Nem, én akarom csak a bőrömben jól érezni magam magammal. Na, ez nagyon nehezen szerethető. Az, hogy csak a bőrödben jól szeretnéd érezni magadat, ez a hétköznapi önzés. És tudom, hogy te nem ebből vagy összerakva. Segítségül hívom legnagyobb nyugati bódhiszatvánk szavait. Akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ez hogy tartozik ide? Úgy, hogy én kéne, hogy szeressek másokat ahhoz, hogy... Wow, három fehér lámpa, gyönyörű. Tehát kiderül, hogy ha te tudsz szeretni valakit, feltétel nélkül, és feltételesen egyszerre, nem egyik vagy másik, mindkettő, akkor egy csapásra szerethetővé válsz. Ezt elhiszed? Hát ez érdekes. Próbáld ki. Jó, elgondolkozok rajta. Kevés, illetve sok. Te ne gondolkodjál rajta, mérd fel a helyzetet, azt hozd magadat helyzetbe. A jelenlétet azt nem kell neked tanítani, olyanod van. Kivel, milyen szinten vagy jelen? Kinek mennyit adsz magadból? Kitől mit fogadsz el? Tehát itt egy elképesztő kockázat az, hogy valaki felé szeretettel fordulsz, és kinyitsz, és szereted őt. De kiderül, hogy enélkül egyáltalán nem válunk szerethetővé, csak jól akarjuk magunkat érezni a bőrünkben. Nem fog sikerülni. Csak ezért mondom. Tehát akármennyi enter gombot nyomsz, és különböző honlapokra rámész, különböző videókat nézel, mind virtuális, nem valóságos. És el kell vállalni ezt a hatalmas nagy kockázatot, hogy kinyitod a szívedet valaki felé, akiről csak érzed, hogy viszonozhatja, de még nem tette meg. Úgyhogy ez kell. És ekkor leszel szerethető, ha mersz valakit szeretni. Oké? Oké, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az elvonulás óta furcsa álmok gyötörnek. Olyannyira élesek ezek az álmok, hogy rányomja a napra az egész bélyegét, a meditációkról nem is beszélve. Próbálom levinni tantiembe, nem igazán megy. Nálunk vonultál el? Igen. Akkor vállalom a felelősséget, hogy ez a zen gyakorlat részleges következménye. Illetve, bocsánat, még hogy teljes legyen a kép, megmagyarázhatatlan okokból szerdai nap, az elvonulás után szerdai nap begyulladt, tehát érdemes kórházba kerültem. Lehet, hogy túlerőltettem a térdemet, nem tudom. Így ezek történtek. Orvos mit szólt? Nem mondta, hogy túlerőltetted a térdedet? Valami ilyesmit mondott, igen. Szerintem igaza volt. Tehát, ahogy azt minden meditációs műhelyben elmondom, nem a fizikum kínzása, túlerőltetése, gyullasztása, szakisztása a cél. Ha ez véletlenül sikerült, akkor az akaratod túlerős volt abban a pillanatban, és azt mondtad, hogy hát te átléped ezt az akadályt, akármibe kerül is. Ez egy dicső dolog, csak néha kórházi ápolásra szorulunk, és nem csak te, hanem nagyon nagy formátumú gyakorlók egyszerűen azt mondták, hogy a testnek most erre a problémájára ők nem fordítanak figyelmet, hanem a tudattal foglalkoznak, és végig tolták az egyhetest, az egy hétvégést, a tíznapost, a száznapost, 90 napost, amit vállaltak. Utána elmentek kórházba. Nincs ez semmi baj, hogyha te magad nem érzed, hogy hát ez nagyon nagy hiba volt. Hát, hogy én hogy tehettem ilyet? Van tudati hozadéka, és van fizikai adóssága ennek az útnak. Nem cél, hogy ilyen legyen, de ha ez megtörtént, akkor nézd meg, hogy te pontosan mit vállaltál. És a vállalás az az volt, hogy eléred a felébredést, és segítesz másokon. Ennek egy járulékos karmája az, hogy néha a fizikum szenved. Aztán kijössz a kórházból, megjavul a térded, és folytatod tovább bölcsebben, mint eddig.
És ez az elvonulás, ez nem szükségszerű, hogy ilyen legyen, de van akinek ilyen? Nekem egy 100 napos volt ilyen, egy hét után térdműtét. Aztán visszamentem a remetességbe, és befejeztem az elvonulást. Járókerettel. Úgyhogy ez így a tapasztalatba beletartozik. Az álmokkal mit csináljak? Ébredj föl. Az álmok az a tudatnak a kényszer mozgása, amit te meditációban, éber állapotban nem tudtál kivenni magadból, azt álomban szépen kimozogja a tudat, mert ki kell üríteni az elme tartalmát, különben beteg leszel. Az elmének a tartalma növekszik, csak elér egy olyan pontot, amikor a test az egyetlen háttértár, ahol az adatot tárolni tudja, és ez az adat, ez nem semleges. Rámegy valamilyen szervre vagy szervcsoportra, és beteg leszel. Na most ezt az elme az öntisztítás képességével álomban vagy meditációban kipakolja magából. Ez a felesleges teher. És most nem megyünk bele az álmok osztályozásába, mienségébe, egyszerűen ébredj föl az álomból, és lásd, hogy ez nem te vagy. És hogyha ez nem te vagy, el tudod engedni nagyon szépen. Fordítva, amíg nem látod be, hogy ez nem te vagy, és amíg azonosulsz vele, addig nem tudod elengedni, és itt van a nyugati terápiának az óriási korlátja, amit már a szemléletmódból kifolyólag nem tudnak elismerni, hiszen nem tudják, hogy mi a baj. Évekig járunk terápiára, újra rendezzük a karmánkat, mint a kis mozaikat, és még mindig fáj. Egyre kifinomultabb önvédelmi mechanizmusaink vannak, és egyre jobban fáj. Mert nem látjuk be, hogy az önkép és az önvaló nem azonos, a teremtő és a teremtett nem azonos, én és a karmám nem vagyunk azonosak, de nagyon-nagyon oda van szíjazva a hátamra. Tehát amíg nem merem a tudattalan hátizsákját szépen tudatosítani, és kivenni belőle azt, ami nem én vagyok, de mégis hordozom, addig az álmok sajnos meg tudnak valósulni. És ezek nagyon-nagyon lidérces álmok, és a napi úgynevezett éber életben a projekciók sajnos valóságá tudnak válni. Ezért kell vigyázni arra, hogy mennyire ragaszkodsz a gondolkodáshoz, a beszédhez, az érzelmekhez és a cselekedethez, főleg amikor reaktív tudatról van szó, akár a tiédről, vagy máséről. De ezt a reaktív tudatot, ezt le kell tudni győzni, holott ez a miénk, ez is a miénk. A primér teremtő is, és a szekunder duális reaktív tudat is. Úgyhogy tessék felébredni ezekből az álmokból, belátni azt, hogy benned van ez a nem mozduló, az álmok mozognak, benned van az, ami nem jön és nem megy, az álom jön és megy, és megmaradni ebben a szilárd, éber, nem mozduló, nem keletkező pontban, amelytől mindaz elkezd eltávozni, ami mulandó, amitől eddig fügtél. Amiről eddig azt hitted, hogy te vagy, azt kiderül, hogy mégsem. Ez az a tisztulás, amit néha veszteségként tudunk megélni. De ahhoz, hogy az ember haladhasson a felébredés felé, ezt a veszteséget el kell vállalni. Úgyhogy nyugodtan engedd el az álmaidat. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Mondtad, hogy mennyire fontos az, hogy tiszteljük az őseinket, a szüleinket, elfogadjuk őket, és legyünk hálásak azért, hogy mondjuk ide születtünk a földre. Nekem ez egy elég nehéz, vagy nem egyszerű dolog, olyan szempontból, hogy egy hasonlattal éve, hogyha te delfinként leszületsz egy zsiráf családba, nagyon nehéz elmagyarázni a többi családtagnak, hogy te mondjuk egy delfin vagy, hasonlattal éve. Egy picit várjunk ezzel, mert módosítani fogod a kérdésedet. A karma törvénye nem engedi meg, hogy egy delfin zsiráf családba szülessen. De olyan, hogy egy kicsit rebellis zsiráf szülessen az eddigi nagyon-nagyon harmonikus zsiráf családba, azt igen. Delfin delfinekhez születik, zsiráf zsiráfokhoz. Na folytasd. Jó, akkor egy kicsit másfajta zsiráf születik, mint a de nagyon. Zsiráf. Tehát utálja a foltokat, és nem hajlandó foltos zsiráfnak lenni. Na, mondjad. Tehát, hogy azt szerettem volna megkérdezni, hogy hogy lehet azt tettekbe elérni önmagam részére, hogy egy olyan családban, ahol az elfogadás mondjuk azért nagyon alacsony szinten van, én ezt
meg tudjam lépni azok felé, ahol visszafele mondjuk nem biztos, hogy megkapom ezt. Ne várd, hogy megkap. Azért kell hálásnak lenni, hogy szabad légy. Azért kell megbánni a hibáidat, hogy szabad légy és felelős. Tehát a szülői hála az azért fontos, hogy végre a saját utadat járd. Úgy, hogy közben ők rendben vannak. Rendezted a viszonyt. A felelősség az, hogy amire szükségük van, megadod nekik, de arra rájössz, hogy amit akarnak, azt nem is tudod teljesíteni. Hát nem. Tehát a saját utad választása paradox módon attól függ, hogy a szüleiddel rendezted-e a viszonyt, vagy sem. Én úgy lettem szerzetes 28 éve, hogy bejelentettem egykeként Amerikából, és mentem Koreába, és 7 évig nem voltam otthon. Ez egy kicsit radikális. Láttam olyan ázsiai családokat, ahol másodszülött, harmadszülött fiúk leültek a szülőkkel, elmondták, volt idő az enterem meditációi között egy kicsit erről beszélni. Olyan harmonikusan léptek ki a családból, hogy az valami hihetetlen. Mert rendeztek mindent. Nem volt ez a láthatatlan gumikötélszerű karma a hátukra varva, hogy a legrosszabb pillanatban rántotta őket vissza a realizációtól. Ennyi volt. Mert rendezték a viszonyt. Megköszönték, megbánták, elengedték, és ő feléjük is valami hasonló érvényesült, de az, hogy ők már ezt megcsinálták, az bőven elég volt. És nem rántotta őket vissza semmi. Például, ha apával nincs rendezve a viszony, sikertelen maradsz. Nem tudod megvalósítani az életcélt. Ha anyával rendezetlen a viszony, akkor a szeretett kapcsolat nem működik. Hát nagy lett a csend. Mindenkinek egy kicsikét kereppel az elméje, ugye? Tessék ebbe belenézni. Úgyhogy azért rendezd a viszonyt, hogy önmagad légy, és segíthess nekik. És ekközben a lehető legkevesebb karmikus terhet vidd. Csak a feladatot kelljen elvégezni, és ne pedig ilyen cementes zsákkal a válladon kelljen sprintet futni. Ez erről szól, nem pedig arról, hogy pusztán konform lény leszel, vagy gép. De hogy tudod rendezni a viszonyt? Elég annyi, hogy hálás vagy nekik szívből. Hát az 50%, hiszen azért kaptál tőlük legalább egy jó testet, nem kevés jó neveltetést. Amikor a szüleid felé fordulsz belül, és megkérdezed belül, hogy mit köszönhetek neked, édes jó apám vagy anyám, így elkezd omlani a lista kifelé a szekrényből. Miért? Mert eddig csak a sérülés, sértődés, trauma tartotta zárva. Az egy ilyen kulcslyuknyi valami. És elfordítod, kinyitod, és túllépsz rajta, nem mondom, hogy elfelejted, akkor egyszer csak kiderül, hogy mennyit kínlódtak veled, hogy te felnőjél. És nem csinálhatták jobban. Ez van, erre futotta. És ekkor megbocsáthatod nekik azt, amit elkövettek, hibaként. Mert az életet azt megkaptad, a neveltetést megkaptad, a kulturális hátteret megkaptad. Annyi mindent kaptunk, és adottnak veszük, hogy ez nekünk jár. Jár? Tessék megnézni a nigériai olajvezeték mellé született porontyokat. Vagy akiket otthagynak mondjuk a szülőszoba lépcsején, kosárba. Na nekik mi járt? Úgyhogy ez azért fontos, hogy tényleg szabad és felelős lélek légy, és járd az utadat, és nem kell a többi zsiráfot győzködni, hogy te milyen zsiráf akarsz lenni. Tedd meg. Légy azzá. És kész. De ha nem rendezed a viszonyt, akkor így megfog a rendezetlen karma. Tudom. Akkor, mi a gond? Ahogyan? Ja, ahogyan? Meditálni kell reggető estig. De legalább reggel és este. Hogy benned a zsiráfság, az úgy kijöjjön. Ki vagyok én, mint zsiráf?
Hogyha nem változol, ahogy a bevezető első pár mondatában elhangzik, akkor nem tudsz haladni az úton. Tehát ez egy belső munka, és a belső munka után külső munka. Úgyhogy ezt nem tudom jobb eszközrendszerbe tenni, mint valamilyen belső gyakorlat, ahol magadban teszel rendet, és ezáltal a külvilág is rendeződik körülötted. Egyébként nem megy. Kicsi zsiráf. Köszönöm szépen. Szívesen. Hogy tudunk rendezni olyan kapcsolatot, amikor a szülő már meghalt? Szertartással. A szülő nem halt meg, csak eltávozott a testből. Ó, bocsánat. És akkor is lehet... Nem kell nézést kérned, hidd el. Tehát amikor arról van szó, hogy a szülő kilépett a testből, köznapi szóval eltávozott vagy meghalt, az nem jelenti azt, hogy a lélek kapcsolat megszűnt. Ezért szokott néha sajnos lidérces álmaiban megjelenni a rendezetlen karmájú családtag. Ezért van szükség ezekre a szertartásokra, hogy a benned élő lélek kapcsolatot azt rendezd. Apa és anya eltávoztak, de itt belül itt vannak. Ez az archetipikus élmény. És hogyha ezt nem rendezed, akkor a következő inkarnáció ott folytatódik, ahol ők kijelölték neked, olyan szülőkhöz születsz. Kell? Nem. Jó, akkor tessék, megemlékező szertartás, meditáció, gyászfolyamat, minden, all lesz. És akkor rendezted. Megköszönöm, meghálálom, de igen, hú, most mi volt te? Bántalmazó kapcsolatnál is? Azt is, hogy vettél részt benne? Miért kerültél ilyen helyzetbe? Nem áldozathibáztatás, nem. Nézd meg, hogy lettél áldozat, és hogy voltál korábban elkövető. Ez azért kell, először volt egy vulkánkitörés, most pedig sziklaomlás kérem ott bent a lélekben, de semmi baj ezzel, lesz még földrengés is, meg árvíz, hidd el. Ennyi tűzkarmával tényleg bele kell kapaszkodni a pillanatba, hogy a tantiened ne robbanjon szét. És ez rendben van, ez mindenkivel így történik. Tehát, igen, meg kell nézni, hogy az elkövetőből hogy lett áldozat, azért, hogy az áldozatból ne legyen újra elkövető, és megállítsd a folyamatot. Ez szépen ez így körbe-körbe megy. Áldozat, elkövető. Elkövető, áldozat. Oda, vissza. Oda, vissza. Ezt tudjuk egyéni, párkapcsolati, családi és társadalmi szinten is. Más a kör sugara karmaosztályonként. Ez egyénnél a leggyorsabb, a társadalomnál a leglassúbb. Hogy egymást büntessük állandóan, mert magunkkal nem jutottunk dűlőre, ebből szerintem elegünk kéne, hogy legyen. Mikrofonba aztad te. Ja, nekem saját magammal vannak önsorsrontó programjaim, úgyhogy ezt... Na de miért? Miért bünteted magadat az önsorsrontással? Mondjad. Az ítélkezés miatt? Én úgy gondolom. Nem miatt, azért? Azért. Hogy ítélhess, és önsorsot ronthass, és nyugodtan felrobbanhass a dualitás tüzében. Ezt te nagyon jól tudod. És közben pedig lehetőleg úgy, hogy ez szerethető legyen. Tehát ezt azért kéne abba hagyni, mert az ember saját maga és a környezete számára nulla másodperc alatt elviselhetetlenné tud válni ezáltal, és kitalálunk valami mellékes technikát, taktikát, amitől ezt mégis valaki elfogadja. Úgyhogy igen, meg kell hálálni a szülőknek. Belül. Haláluk után is. Én például az apámra 3 évig dühös voltam a halála után, úgy is éltem. Aztán megtanultam neki megköszönni, megbocsátani, magam hibáit megbánni, és egyszer csak így megváltozott az életem. Bizonyám. Úgyhogy ezt nyugodtan ki lehet próbálni egy szertartással, mint megemlékező. Odakint, és ezzel a belső munkával, amit említettem, ide bent. Jó? Jó. Majd szólj, mi volt az eredmény. Oké? Egyéb kérdés? Bizonyos kapcsolatokban, bizonyos emberekkel, akikkel mondjuk szívesen beszélgetnék, meg jóban is vagyok velük, egyszerűen nem
tudok mit mondani. Én teljesen jól érzem magam akkor, hogyha hallgatnom kell mondjuk egy társaságban, és csak figyelek. Viszont azt is tudom, hogy milyen témákról lehetne beszélgetni, vagy ilyesmi, de azt nem érzem magaménak. És azt szeretném kérdezni, hogy szerinted hogyan lehet egy igaz és tiszta kapcsolatot kialakítani, akár baráti kapcsolatot is, úgy, hogyha inkább hallgatok, hogyha nem tudok mit mondani, vagy hogyha beszélgetek olyan dolgokról, amiket nem érzek magaménak, csak hogy jó ember legyek. Hát ez a második verzió, ezt érzed, hogy őszintétlen. Az első verzió az őszinte, csak szokatlan. Hogyha Bodhidharma barlangjában ülnél szintén 9 évet mellette, nem szólnál egy szót se, a legjobb barátja lennél. Nincs ez semmi baj. Tehát én itt azt javaslom, hogy nézd meg, hogy ők mire kíváncsiak. Ők, ezek a bizonyos kapcsolatok, miről szeretnének beszélgetni, és hogy benned van-e közös téma ezekkel a kíváncsi lelkekkel. És akkor arról. Az, hogy te miről beszélnél, kicsit téged ismerve, a korosztályod nagy részt azt nem érti, és nem fogja, és nem értékeli, úgyhogy erről nyugodtan tegyél le. Én is nálam sokkal idősebb emberekkel tudtam igazán megértetni magamat. Sose felejtem el, alsó tagozatban volt egy házi buli. Tehát ez azért nevetséges, mert én nem szoktam házi buliba járni, de akkor volt. És persze szülői felügyelettel alsó tagozat, tehát az első és negyedik osztály között. És amikor a korai tinik itten visongtak jobbra-balra, nekem az túl hangos volt, és a házigazda szülőkkel beszélgettem, és voltam mindez 11 éves. És a 35-45 közötti korosztállyal tudtam úgy intellektuálisan, meg egyéb módon partner lenni, hogy utána eltelt 2 óra, ott már összetörték a berendezést, ott már minden volt, káosz, pánik, meg egyébek. Én pedig Béla bácsival beszélgettem kint, aki Böbének az édesapja volt, és nagyon intelligens, és az édesanyjával, és eltelt 2-3 óra, és utána én boldogan összeszedettem, hazamentem, és ennyi volt a házi buli. Tehát amikor ilyen közös témákról van szó, nézd meg, hogy pontosan kikkel tudod a közös hangot megtalálni, és itt ne tégy olyan kompromisszumot, amelyet később megbánnál. Mert akkor téged ezzel a beszéddel azonosítanak. És egy ideig, ha csendben vagy, az se rossz, hogyha nincsen hirtelen elintézni való, ha a biztonságérzeted megmarad, ha nem veszítesz azáltal, hogy csendben vagy, mert ez mind bekövetkezhet. Nagyon-nagyon jó az embereket figyelni. Csak úgy. A tanulmány miatt. Hogy te csendben vagy, és én ezt tudom gyakorolni a látszat ellenére, amikor olyan társaságban vagyok, ahol olyasmiről beszélnek, ami engem nem érdekel, és őket teljesen lefoglalja, és nem is veszik észre, hogy ott vagyok. Ilyen előfordul. De. Akkor én nem így nézek ki, hanem egyszerű kis szerzetesi ruhában ott vagyok, és teszem a dolgomat, és akkor én tudok egy sarokban csendesen ülni. Bizony. És akkor figyelek. Azt figyelem, hogy honnan jön az, amit mondanak, holott nagyon nem érdekel, hogy mit mondanak, de a forrása az igen. Az a tudat az igen. És sokat tanulok. Megismerem az embereket úgy, hogy ők hívtak, én is ott vagyok saját akaratomból, tehát nincs semmi feszélyezettség attól, hogy én a térben jelen vagyok. De nem úgy, ahogy elvárják. Nem beszélek feleslegesen. És a figyelemből, a jelenlétből rettenetes sokat lehet tanulni. Hihetetlen. Oké? Köszönöm szépen. Szívesen. Következő. Élet legtöbb területén tudom tartani az egyensúlyt, de a párkapcsolatomban, hogyha van egy kis probléma, akkor nagyon könnyen kibillenek, és nem tudom, miért van ez pedig. Ha kibillensz, akkor mindig egy kicsikét így jobbra billenj, mert akkor megfog, aki melletted van, a párkapcsolatod. De ez mondjuk nekem ugyanolyan sokkoló, mint Verának, akinek néztem itt az arcát mellettet, hogy te kibillensz a párkapcsolatból ennyi év után, hova? Tehát merre? Ennyire? Hát az egyensúlyi helyzetemből ki tudok billenni, és ez egy kicsit zavar. Úgy érzed, hogy te billented ki magadat, vagy más billent ki téged?
Hát természetesen más billent ki, de magamat billentem ki. Hú, de rafinált, figyelted? Valami buddhista lehet, aki sok előadást hallgatott. Tehát, engedett, hogy a másik kibillentsen. Igen. És miért? Lehet, hogy szereted? A kibillent állapotot? Nem, őt, aki kibillent téged, és ezért megengedett, hogy kibillentsen. Ja, igen. Hát akkor nem kell tovább magyarázni ezt. Tehát világos, hogy néha megengedem a másiknak, hogy úgy hasson rám, hogy elveszítsem azt az addigi egyensúlyt, önképet, világképet, amit addig őriztem, mellett, hogy a szeretet útján, és azáltal, hogy ilyen intenzitású a kapcsolat, megváltozom. Néha teljesen torkig lehetünk azzal, ahogy gondolkodtunk magunkról és a világról, meg a másik emberről. És azt reméljük, hogy a szeretet tüzében majd jó kibillenünk a kis pixisünkből, és megváltozunk annyira, hogy valami más alakra hozzuk magunkat. Igen, ám ez lehetséges, de csak annyira, amennyire a saját ragaszkodásod ezt engedi. Tehát mennyire ragaszkodsz ahhoz a rendhez belül, ami esetleg nem működik jól. Mennyire szeretnéd a szeretet tüzében újra kiégetni azt az edényt, aki te vagy. És ez szerintem pont jó, hogy néha így az egyensúlyból kibillensz, van egy instabil állapot, és a párkapcsolat az önmagában az egyik legkockázatosabb vállalás. Egy gyerek épp hogy lehorgonyozza, és akkor ott, jó, hát akkor itt van a szeretetünk gyümölcse, ugye? Hát akkor már ő fontosabb, mint bármelyikünk, és akkor ez egy kicsikét lehorgonyozza. De el kell vállalni a párkapcsolatnak az izzását, azt a fajta instabilitását, hogy nem tudom, hogy a másik éppen most milyen lábbal kelt föl. Hogy engem most ugyanúgy szerette, mint tegnap, vagy pedig az egy hetet tartott ilyen nagyon komoly távolságot ma is fogja tartani, és én ott fogok a kapu előtt szeretetet koldulni, és nem adja. Tehát érted? Ezek olyan dolgok, ahol az embernek az önmagáról alkotott kép egy pillanatok alatt omolhat. Úgyhogy néha érdemes kibilleni így az egyen súlyból, és akkor legyen a kettőn súly. És hogyha kettőn van a figyelem, akkor újra tudjuk teremteni egymást ebben a tűzben. Köszönöm. Szívesen. Nekem mostani élethelyzetemben hogy lehet azt megtalálni, amikor kisgyerekek vannak, van párkapcsolat, munka, visszatért a munka, és hogy így azt érzem, hogy mindenhol szeretnék teljesíteni, és hogyha valamelyikből nem adok magamból, de közben magamhoz is szeretnék visszatérni, magamra is szeretnék időt, és így, tehát hogy nem találom azt a pontot, hogy hogy tudnám ezt jól csinálni. Itt a pont. A kérdésed mutatja az elmédnek a komplexitását. Ezek mind jelenleg ilyen horizontális egységben lévő problémák. De nem ugyanolyan fontosak, és nem ugyanolyan súlyúak. Mi a legfontosabb, ki a legfontosabb? Ezt kell tartani. Tehát van egy olyan értékrended, amelyben mindenki elfoglalja maga helyét. Ezt az értékrendet kell tartani, és akkor az életrend is egyben van. De ha nem, akkor állandóan kapkodunk jobbra-balra, hogy gyerekek, munka, társkapcsolat, wellness center, meditáció, szülők, egyebek, és ez a vágyak által széttagolt életvitel. Azt érzem, hogy nem vagyok a jelenben soha, mert mindig azon gondolkodom, hogy a következő dolog, vagy hogy mit nem adok meg éppen, vagy hol kéne lennem. Jó hírem van, most itt vagy. Ez jó érzés. Akkor tessék úgy gyakorolni, hogy merd a tudatot kiüríteni, nem foglalkozni semmivel és senkivel, csak a tantián fókusz és a tér és a hang fölfogása itt és most. Ez az üresség gyakorlat letisztítja és megerősíti a tudatodat. Az elmét működőképesebbé teszi. A beszédet sokkal spontánabbá, cselekedetet önzetlenebbé. És ekkor tudsz szépen sorrendet tartani. Egyszerre mindent és mindenkit nem lehet, nem is szabad. És itt az egyszerűbb és tisztább, az sokkal jobb. Említetted a kisgyerekeket, mozaik, vagy sem? Nem, egy családban vagyunk, csak hát három éves. Hát azokkor egyszerűbb, nem kell itten járkálni egyik helyről a másikra, mozaikozni. Hát akkor az sokkal jobb. Apuka? Itt van.
Hát akkor minden rendben van, egymás mellett ülünk, igen, kérem szépen, karöltve, hogy látom, ez teljesen jó így. Akkor mi a probléma? Hát probléma nincs, csak így magamban próbálom rendbe rakni, hogy mindenkinek jó legyen. Te próbáld rendbe rakni, mert azzal csinálod a problémát. Éppen most mi a dolgom? Ki a legfontosabb? Kinek segítsek? Kitől fogadjak el segítséget? Hogy tudok egy magasabb tudatszintre kerülni, és segíteni másnak is ugyanezt tenni? Ezek egyszerű kérdések, csak ha nincs a pillanat szépen megformálva, akkor egyszerre akarsz 20 helyen lenni. Tehát ez, amit mondasz, beletorkolhat, még nincs ott, egy olyan teljesítménykényszerbe, amely megfelelési kényszerré fog változni, és akkor szétesel. Nem a megfeleléstől, nem a teljesítménytől, hanem a kényszertől. Ettől óvnék mindenkit, mert hogyha kényszeres lesz, akkor hirtelen kivetíti a hibáját a másikra. Miattad vagyok én ennyire? Pedig csak az energiaszintet csökkent le, a figyelmed nincs a helyén, a jelenléted szaggatott, az elméd elgyengült, a vágy az ezer felé megy egyszerre. Ismerős problémák? Na, ezen kell javítani. Tehát az alapképlet az jobb, mint a magyar családok 70%-a. Jól vagyunk. A veled élő férfi a gyerekeid apja. Hurrá! Hát ez gyönyörű. És itt van velem most is. És itt van veled most is. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek is nagyon jól vannak valakinél valahol. És ez gyönyörű. Tehát ha ez megvan, akkor az erő tényleg veled van. Úgyhogy nincs ezzel gond. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Amikor egy emberre több terhet rátesznek, mint amennyit szeretne, és ő ezt megoldja, az belőlem fakad, vagy a körülöttem levőkből? Azt mondtad, rád rakták. Hát igen, akkor belőlük is fakad. Mondod, a megoldás. Igen, belőlük is. Nem belőlük csak belőled. Is. Én most pont ezen gondolkodtam, hogy ugye nagyon szeretnék visszakerülni a balansz állapotomba, és... Milyen állapotodba? Az egyensúlyi állapotomba. Ez egy egyensúlyi este. Igen, nekem az. Nekem az. Tehát, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy nekem is van egy kisfiam, mi külön vagyunk az apukájától, viszont ahogy felnőttem a családban... Nagyon az volt a hiedelem, hogy mondjuk akinek van gyereke, az nem érezheti jól magát mondjuk gyerek nélkül. Ez volt a hiedelem? Ez a berögződés körülbelül. Oké, hát ennek is megfizettétek az árát. Meg. Ez kemény. És a kérdésem az, hogy én viszont ez ellen megyek, mert én azért szeretek néha egyedül feltöltődni, és viszont, hogyha például elmegyek, most pont voltam egy ilyen helyen, és visszatérek, a kisfiam az általában 99%-ban lebetegszik. Hogy ez egy szoros kötés közöttünk, és mondjuk tehát lehet, hogy ez belőlem fakadhat, vagy belőle. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy fogalmam hogyan változtassuk. Fogalmam sincs, nem látom a kisfiadat. Téged látlak. Igen. Tehát ez ilyen módon nem igazán produktív. Tehát az a kérdés, hogy te milyen kapcsolati karmával bírsz. Egyensúlyról beszéltél. Maradjunk ennél. Jó. Ha megvan az egy, erre tessék súlyt helyezni. Az egy tudatra. Ez az egység csak ebben a pillanatban tapasztalható. Ha ez a pillanat megvan, akkor a tükörszerű tiszta tudat is megvan. Ha ez a pillanat elvész, a tükörtudat is elvész. Ebből fakad minden. Nézd meg, hogy hogyan hatsz a gyerekedre. Nézd meg, hogy pontosan milyen érzelmekkel, gondolatokkal bírsz. Ezt te fogod meglátni, ezt kívülről nem mondhatja meg hitelt érdemlően senki, bár hidd el, lenne rá jelentkező, hogy ez ezért van. Honnan tudja? Miből látja? És ha látja, miért lopja el a szemedet? Miért nem hagyja, hogy te lásd? Hogy tessék szíves gyakorolni, és ezt az elképesztő jó érzelmi energiát, ami ilyen kis darabokban van, most összeszedni. Egybe. Jó? Rendben. Na. Utolsó két kérdés. Az elképesztően jó érzelmi energia. Azt hogyan kell összeszedni?
Úgyhogy énekled a Kvanszámbó számantrát, vagy a Nagy Dáranit, amely az együttérzés mantrája. Az együttérzés a legmagasabb rendű érzelmi energia, ennek a derivatívája vagy származéka minden egyéb. A szeretet, az önzetlen segítség az együttérzésből van. Úgyhogy ezt kell belül a felszíne hozni, megerősíteni, bátran, de óvatosan kinyilvánítani, és nézd meg, hogy mi a válasz rá. Az embernek nagyon sokszor lehet ilyen érzése, hogy az együttérzés által sebezhetővé válik. És ez igaz. A sebezhetőség nem olyan, hogy sérülnél. Tehát ki kell bírni, ehhez kell az erő és az állóképesség, hogyha mondjuk ezt valaki nem úgy viszonozza, és a seb vérzik. De kibírjuk. És utána megtanultuk, hogy abban az emberben ilyen szinten nem lehet bízni, mert rosszul sáfárkodik az együttérzéssel. Tehát akkor még többet el akar venni. Még erősebb falat épít. Mert az együttérzés ezt kinyitja. Ugye? Úgy óvatosan. Jó, köszönöm. Szívesen. Egy hónapja váltottam munkahelyet, és egy kötetlen munkaidőben egy kötöttbe váltottam 13 év után, és úgy szenvedek, mint a kutya. Nagyon durván rájöttem, hogy ez egy rossz döntés volt. Hogy tudnék ebből jól kijönni? Kutyaház. A kutyának kell kutyaház. Van? Mi van? Van-e egy olyan biztonsági zónád, ahol ezek a kötöttségek legalább átmenetileg nem érvényesülnek? Á, nincs, nincs életem. Ne mondj ilyet, hát tudom, nem. Hogy otthon laksz. Van egy otthonod, ahol laksz? Igen. Oké, hát akkor ott túlig nincsenek kötöttségek. Este 6-tól reggel 7-ig biztos, hogy nincs, mert elvégezted a munkát, és nem kellett... De ez nem oldja meg az én problémát. De igen, mert meditálsz, én tudom. Gyakorolsz. És dolgozol magadon, hogy a kényszerképzetektől szabadulj meg. Megkérdezik tőlünk, így látva a családot, meg a szangát, meg a templomot, meg egyebeket, hogy Szunyim, ti hogy éltek? Mondom, időtlen boldogságban. Idő nincs, boldogság van. Tehát azt, hogy te elvállaltál 13 év után egy új munkahelyet, ezt észrevetted, hogy hogy csináltad? Hát már azt se szerettem, de most már utólag már szeretem. Tehát... Így visszatekintve jobb volt, mi? Hogy úristen, most ezt hogy? Na. Szóval biztos, hogy a te kezed írta alá az új munkahelyen a szerződést, így van? Igen, viszont a tapasztalás hozta meg azt, hogy rájöttem, hogy nem tetszik, de nem tudtam előre elképzelni. És ebből most úgy érzem, hogy valahogy biztosan profitálhatnék, csak ezért kérdezlek, hogy szerinted most ez a sok szenvedés valami jóhoz vezethetne? Vezet, mert el fogsz jönni előbb-utóbb a templomba gyakorolni. Tehát jóhoz fog vezetni, rég nem voltál, és akkor a szenvedés mindig belátáshoz vezet, csak nem mindegy, hogy milyen hosszú és zegzugos úton. Ezt te döntöd el. Oké? Oké. Tehát miért vállaltad ezt az új munkát? Nekem nem mondd el, magadnak. Amikor aláírtad, tudtad, hogy milyen munkarend és egyebek lesznek? Ne nekem mondd el, magadnak. Továbbra is szeretnéd ezt a munkahelyet megtartani, mert ennyire kell a pénz, és most beleszoktál, vagy pedig váltasz egy újabbra, ahol hasonló kötöttségek lesznek, és egy idő után ugyanígy nem fogod szeretni. Vagy elmegyek a Zen templomba szakácsnak. Ugyanolyan kötöttség, sőt rosszabb. Csak vicceltem. Ne viccelj. Úgyhogy, ha eljössz a Zen templomba, mondjuk, éppen szakácsunk most van, 3 is, és ez nagyon jó, de gyere el mondjuk ilyen projektmenedzsernek, amiben nagyon jó vagy. Akkor megtapasztalod a zen kötöttséget. A feleségem engem csak Mr. 440-nek hív, úgyhogy ebből lehet tudni, hogy kb. Mikor kelek. És innentől kezdve,
innentől kezdve tudod, hogy ott a gyakorlat, a munka az egy napon folyik. Reggeltől estig, úgyhogy vannak szünetek, tudsz meditálni, tudsz pihenni, de dolgozni is kell. Viszont eszméletlen jó a hangulat. Mindenki szuper jó fej. A kérdés az, hogy mi merít ki. Nem a munka merít ki, nem az időbeosztás merít ki, hanem ha tényleg nem azt csinálod, amiben hiszel, vagy amit akarsz, az merít ki. Ezt nézd meg, hogy tényleg ezt akarod? Tényleg ebben hiszel? Ezáltal olyan emberré válsz, akivé szeretnél lenni? Itt a baj. Ezért nincs rá energiád, ezért látszólag valamilyen részletbe belealkodsz, ezért így, ez nem jó, az nem jó. Valójában a fő dolog nem jó. Nem hiszel benne. Hát akkor találunk valami alibit vagy ürügyet, amiért ledobjuk a láncot? Nem. Belül el kell mondani magad, hát rosszul választottam. Ha hiszel benne, akkor minden apróságot tudsz orvosolni. Körülbelül olyan, mint egy párkapcsolatban az, hogy megvan-e az a mennyiségű és minőségű feltétel nélküli szeretet, amivel a feltételest, a néha megoldhatatlannak tűnő problémát orvosolni tudom. Tehát van-e annyi olaj, ami a sebre kell? Ha nincs meg annyi feltétel nélküli szeretet, amennyi kell, szét fog esni a kapcsolat a legkeményebb pillanatban, mert nem hisztek egymásban, ezért nem is szeretitek egymást. Ha megvan, akkor ilyen létezhetetlen problémákon, egy a millió statisztikai valószínűtlenségen is túl lehet jutni. Mert megvan az a feltétel nélküliség, aminek a végén az van, hogy csak, mert téged választottalak. És megvolt az a pillanat, ami a szerelmi ősrobbanás. Ha ez megvan, mindenen túljutsz. Ha nem, akkor ja, rosszul választottam. Úgyhogy hiszel-e ebben a munkában, hiszel-e önmagadban, akivé ezáltal leszel? És ha nem, még nem késő váltani. Még próbaidős vagyok. Hát a templomban már nem. Utolsó kérdés, hölgyeim és uraim. Hogyan tudok arra figyelni, vagyis magamban azt meglátni, hogy mi az, ami tolerancia, mi az, ami együttérzés, vagy mi az, ami elnyomás? Hogy hol van az a határ, amit a másik tehát meglátok. Fél nincs itt véletlenül, nincsen. Olyan jó lenne. Nincsen, szerintem akkor ő van elnyomva, ő nem jöhetett el. Te nem vagy elnyomva, te itt vagy. De hívtam, csak nem fogékony az ilyen dolgokra, ő nem. Jó, hát akkor óvatosan. Nem térítünk mi senki. Nem is akarom. Nem szabad. Csak gyakorolni kell, azt majd jön veled együtt. Látszik, hogy nincs más választása. Római Birodalomban tudod, hogy zajlott ez a művelet? Ilyen 100 zsákruhába öltözött tűzszemű papok, szerzetesek a leggazdagabb római családoknak a nőtagjaival elkezdtek beszélgetni piactéren, utcán, stb. És ez az elképesztő szeretet üzenet, amely az eléggé izzott ott a közelmúltban, az úgy átment, hogy az összes nőt megtérítették, és a nők pedig a férfiakat, mert nem volt más választásuk. Tessék utána nézni. 2 évszázad gyönyörű történetek. Úgyhogy te gyakorolj, hogyha hiszel benne, és az együttérzés az mindig valamilyen bizalommal együtt jár. Az elnyomás az elkülönüléssel, elidegenedéssel, egyensúlyzavarral jár. Az összes többi köztes fogalmat nézd meg, hogy a lélekben hogy működik. És ne kös elvtelen kompromisszumokat, és ne légy hajlíthatatlan se. Nézd meg, hogyha te egy picit módosítasz a kormányon, hogy a másik mondjuk társad lehessen abban a pillanatban, hogy a kapcsolat merre megy, és kiderül, hogy az új irány se rossz. De ha igen, akkor le kell ülni, hogy édes párom, te most ezt szeretnéd, én meg nem. Azért nem, mert. Ha ezt megtesszük, kimondjuk, tovább gondoljuk, tovább érezzük, akkor a kapcsolatunk átváltozik szerintem ezzé. És ezért kéne megállni. Ezért kéne közösen egy picikét látni, és
befelé fordulna, aztán egymás felé, hogy ez most hogy legyen? Kivé váljunk egymás mellett? Magunk egymás és a világ számára egyaránt. Na, ekkor válik komolyá. Jó? Nagyjából azt hiszem értettem. Köszönöm szépen. Örülök. Megköszönöm mindenkinek, hogy ma este megtiszteltek jelenlétükkel, figyelmetekkel. Megköszönöm szervezőinknek az állhatatos és kitartó bódhiszattva munkát, segítségünknek azt, hogy rendszeresen jelen van és beállítja mindazt, amit én nem tudok. Kívánom azt, hogy a dharmát a szívünkbe zárva, a tanítót megbecsülve, és a tanítványi közösséget folyamatosan újraalakítva haladhassunk előre az úton, érjük el a felébredést, és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet!